Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit, vendégem Hánkakas István, ezúttal, mint a táncolkodó együttes művészeti vezetője. Tisztelettel köszöntelek, szervusz. Mégpedig a beszélgetésünk apropója, hogy negyedszázados jubileumát ünnepelte a Fekete egy szárazréti közösségi központban a táncolkodó. Nagyszerű este volt, mi magunk is beszámoltunk róla. Gratulálok ahhoz a két elismeréshez, egyik ugye Cserpakovics András polgármester úr által emlékérmet adott át Székesfehérvár nevében, másik oldalról pedig természetesen a Kodolányi János Egyetem rektora Szabó Péter is megtisztelte Richter Andreát, Tombor Beát és magadat, illetve hát téged. Mégpedig azért, hogy ami történt 1993-ban. No, hát onnét indulunk, hogy ugye 93 az 26 éve, de a hivatalosan akkor indult el az a folyamat, amelynek az egyik atya Mics Péter volt, aki segített abban, hogy a Kodolányi János Főiskola, amely egyébként akkor nem régen alakult még csak meg, hogy egy olyan művészeti csoportot hozzon létre a vezetéseddel és Richter Andrea vezetésével, ami aztán elhozott bennünket a máig, és a meg annyi sikerig. Kezdjük azzal, hogy amikor megkerestek téged, hogy legyen egy ilyen, hogy táncolkodó, mit gondoltál? Hiszen mégis olyan fiatal főiskolásokról volt szó akkor, akik nem nagyon, néhányuk bizonyosan ismerte a népi kultúrát, a népi hagyományokat, a táncot, a népzenét, de itt egy teljesen új csapatot kellett létrehozni. Igen, hát akkoriban ez, ugye egy éve már akkor a főiskola működött, és hát én Mics Pétert ismertem már nagyon régről, a megyei művelési központban ott volt osztályvezető, és ugye én oda jártam táncolni az Alba régi táncegyütteshez, a régi Fejér megyei népegyütteshez. És valóban ő kért fel, mégpedig úgy, hogy egy teljesen váratlan helyzetben találkoztunk egy kapujba, vagy az épület előtt, már nem is emlékszem, hogy pontosan hogy volt, vagy futtába elkapott, hogy beszéljünk már egy pár mondatot, mert lenne neki egy ötlete, hogy elindult ez a főiskola, és hogy látja, hogy ott a fiatalok kapóra, tehát szeret érdeklődőek minden irányba, és hogy tudnánk vele valamit kezdeni. Richter Andi akkor már egy éve odajárt, nem nagyon tudta összefogni a fiatalokat, hogy segítsek be ebbe a dologba, hogy alakuljon egy néptánc csoport. És mondtam, hogy hát szívesen, hát szeptembertől elkezdhetjük, bár én sem tudtam, hogy lesz ebből majd néptánc csoport, és aztán az a gondolat jött, hogy legyen egy gólyabára való készülődés, ami nem kifejezetten néptáncról szólt, hanem egy palotást állítottunk össze, amire ugye heti rendszerességgel próbáltunk azokkal a fiatalokkal, akik összejöttek erre a kis rendezvényre. És hát ugye ennek novemberben, vagy talán decemberben volt a bemutatója, a nagy sikert aratott. Természetesen főiskolásokból volt szinte a 90%-a, talán egy-két külső segítség jött, de inkább főiskolások voltak azok, akik részt vettek benne. És hát nagyon megörültek, nem csak ő, természetesen az iskola vezetésége is, hogy hát alakult egy ilyen. És akkor, ha jól emlékszem, ami 12-13 pár összejött abból a 3-400 diákból, aki ott volt. És akkor hát igazából az öltözőben, amikor nagy sikert alattunk, nagyon örültünk mindennek, akkor mondtam nekik, hogy mi lenne, hogyha nem szűnne meg ez a csoport, vagy ez a közösség, hanem úgy, ahogy eddig is a heti egyszer vagy kétszer ráadozták az idejüket erre, akkor mi lenne, ha folytatnánk, de egy kicsit más dologgal. És akkor kezdtünk el indulni így gyakorlatilag a néptánc irányába. Lecsökkent a létszám, kevesebben lettünk, hiszen voltak azok, akik csak kifejezetten a gólya bál miatt szerették volna ezt csinálni, de egy ilyen 5-6 pár körül maradt, akikkel utána is rendszeresen dolgoztunk. Mi kell ahhoz, hogy egy néptánc csoport az alapoktól elkezdje? Ugye az rendben van, hogy kell egy avatott művészeti vezető, örökös aranysarkantyús táncosként akkor is kihívás. Hiszen, amikor már, és én nagyon jól tudom, hogy te ezt komolyan veszed, mint mindent, amit csinálsz, tehát nyilvánvaló, hogy elkezdeni valamit egy rettenetes nehéz munka. Igen, akkor még nem voltam népművészeti mestere, viszont tényleg, hogy lelkes voltam ebbe a dologba. Azt gondolom, hogy az elhivatottságom kellett hozzá egyrészt, meg azoknak a fiataloknak is, akik érdeklődtek ez iránt. Igazából talán azt gondolom, hogy az elsődleges, legfontosabb az volt, hogy egy jó közösség alakuljon ki. Mert mindig azt mondom, hogy egy jó közösség, ami majdnem olyan, mint egy család, mert sok időt töltenek együtt, és hát akár így, akár úgy összeköti őket valami.
végül is egy jó közösség jött létre, és egy jó közösség, könnyű volt már utána elkezdeni bármit csinálni, mindegy, hogy ez most néptánc volt éppen, vagy bármi egyéb más csináltunk volna. Hogy lehetett szintet lépni évről évre? Hiszen azt tudjuk, hogy az alapoknál kell kezdeni. Bármennyire is tehetséges valaki, ha hiányoznak az alapok, akkor bizony nehéz feladata van a művészeti vezetőnek. Igen, szintek mindig azzal jöttek, én azt gondolom, hogy frissültünk úgy, hogy egy-két olyan ember is belekerült, aki olyan fiatal, aki már a tánchoz közelebb volt. Tehát itt azért azokról beszélünk leginkább a kezdetekben, akiknek nem volt kötődésük egyáltalán a néptánchoz. Tehát így ezt a társaságot, ezt a közösséget szerették meg, és ezáltal a néptáncot is megszerették. Nyilván próbáltunk mindig olyan helyzetbe kerülni, vagy olyan helyzetbe hozni őket, hogy még inkább szeressenek ebbe a közösségbe lenni. Úgyhogy ezek voltak igazából azt gondolom az első állomásai. Nyilván sok állomása volt még, mert természetesen nem táncolkodóként indult ez az egész, hanem csak egy egyszerű iskolai csoportként, iskolai tánccsoportként, nem is volt talán így különösebben neve, csak Kodolányi János Főiskola Táncegyüttese, ami gyakorlatilag elsődlegesen a főiskolát szolgálta ki, mindenféle főiskolás rendezvényt. A későbbiekben jött aztán egy olyan lépés, amikor kicsit kinyitotta a kapuit a főiskola, és más lett. Tehát többen is kerültek be, utánpótlás rendszere is lett, és onnantól alakult ki gyakorlatilag az a táncolkodó elnevezés, amit hát mondhatom, hogy a táncos gyerekek találták ki. Igen, remek. Ilyen ötletelve, igen, hogy mi lenne a táncegyüttesnek a neve, mert hogy akkor már úgy próbáltunk, hogy akkor legyen az egy komoly, akkor utánpótlás szintje is alakult, illetve csoportok, és akkor onnan már egy kicsit komolyabb lett ez, körülbelül 12-13 éve, tehát majd a fele idő telt el. Jószerűvel az egész országban koreografáltál már nagyszerű együtteseknek táncokat. Itt például mire kell figyelni a koreográfusnak? Tehát itt gondolok itt elsősorban arra, hogy az első táncoknál, hogy nehogy olyan legyen, amire még nem képesek. Tehát hogyan választottál koreográfiákat az elején? Hát itt sok minden beleszólt. Mondjuk az elmúlt 10 évet, ha nézem, akkor ugye az ember abból is táplálkozik, ami körülötte van, tehát hogy egyrészt milyen jelmezből tudunk elsődlegesen, meg hogy mire fogékonyak igen a táncosok. Én nagyon szeretem a kis magyarországi táncanyagokat, nem elsősorban Erdélyt. Azt gondolom, hogy hamarabb tudnak felszívódni, és tudnak egy olyan rutint adni, még a kezdőknek is, hogy a későbbiekben már az erdélyi táncokban forgós, horgatos, nehezebb táncokhoz is hozzá lehet kezdeni. Hogy milyen koreográfiákat, hát elsősorban olyanokat próbáltunk, amiben mi magunk is már olyan táncanyagokat, vagy olyan táncanyagokból koreográfiát csinálunk, amiben már mi is nagyon jól benne voltunk a mélységébe, tehát hogy nekünk se legyen egy új dolog maga a tánc, ezeket próbáltuk átadni, és aztán ezekből keveredtek ki rövidebb, hosszabb koreográfiák. Én mindig szerettem mindenkit használni, nálam mindenki egyforma volt, nem tettem különbséget nagyon jó táncos és kevésbé jó táncos között, szerepet mindig kapott. Általában a koreográfiámat is úgy csináltam, hogy kellően mozogjon a térbe, hogy mindig egy pillanatra mindenki előre tudott kerülni. Tehát ez is egy kicsit azt gondolom, hogy egy olyan szint hozott, vagy bennük egy olyan lelket, hogy érdemes idejönni, hiszen mindenkire szükség van. Miként tetten érhető a fejlődés egy tánccsoportnál és az egyénnél? Mert ez elválaszthatatlan, az egyénnek is fejlődnie kell, és a csoportban, mint közösségben. Egyáltalán igen. Melyik a fontos, ugye ez párhuzamosan is mehet. Igen, na most, ha egy közösséggel foglalkozik az ember, akkor nyilván fontos az egyén is, de én nálam mindig valahogy ez jobban előtérbe volt, hogy a közösséget tartottam fontosabbnak. Amennyire lehetett, segítettem az egyének a kibontakozását, akárhogy egy koreográfián belül több szerepet, vagy nagyobb szerepet kapott, de nem elsősorban az egyéneknek a sikerén próbáltam fölmenni. És ez a mai napig is így van, hogy inkább a közösségi. Aki egy kicsit már többre hivatott, azoknak van lehetősége természetesen, hiszen itt van az Alberige Táncegyüttes, ahol egy teljesen más szinten foglalkoznak a néptánccal, tehát egy teljesen más szinten van, akiket természetesen nem is rivalizálunk, jó kapcsolatban vagyunk, és ilyenkor, mikor már egy szintet kell, hogy lépjen, mert már önmagához képest sem húzó erő mondjuk egy táncos, akkor igen, egy komolyabb kihívás kell neki, és akkor hát... Van erre példa egyébként? Tessék? Van erre példa? Van, nem is egy példám. Itt akik jelenleg is az Alberige Táncegyüttesben vannak,
akik vagy hozzám kerültek időközben, vagy éppen nálam kezdtek. Vezető táncosok is vannak ott most, akik. Beával egy remek a munkakapcsolatokat, ezer éves barátság fűz össze benneteket. Mennyit segít, hogy van melletted egy aranygyöngyös táncos is, aki a leginkább ugye a saját elképzeléseit érvényesíti? Igen, Be a tanítványom volt valamikor. Igen, tudom én azt. És nagyon jó egyébként, mert anyáskodik a gyerekek felett, tehát egy csomó olyan dolgot, amire én nem figyelek, vagy nem teszek meg, nem tudom megtenni, a sok minden más dolog mellett, azokat ő látja el, azokat a feladatokat. És ugye hát idő során, mint tanítvány is végig tudtam figyelni az útját, hogy hogyan dolgozik, aztán ugye a örökös sarkantyú, neki is örökös gyöngye van, ezeket együtt szereztük meg, akkor is egymás útját is figyeltük, és aztán a munkában is kialakult egy olyan fajta figyelem kettőnk között, hogy gyakorlatilag kiegészítjük egymást itt az oktatás, vagy egyáltalán a tánc folyamán. No, beszéltünk már a koreográfiákról. Nyilván, amikor megjött a szint, akkor elkezdtetek vendégszerepelni. Nagyon is jól tudom, számtalan helyen. Most nem a külföldről beszélünk, hanem itthon is. Az már egy olyan lépcső volt, ami azt mondtad, hogy na igen, most már mehetünk? Tehát eljött a pillanat? Mikor egy koreográfia kész? Igen. Igen, igen. Hát az elején nagyon nehéz volt, és hogyha azt mondom, hogy a kezdetekben, amikor nem konkrét táncosokról beszélünk, hanem laikusok, akik a főiskolában ugye a szabad idejüket erre áldozták, akkor a táncanyagból is csak nagyon a kezdeteket tudja az ember megtanítani, mozdulatokból, kezdeti koreográfiákról jönnek létre, nem is azt mondom, hogy koreográfiák, inkább csak ilyen etüdők vagy tánckompozíciók, amiket el tudnak sajátítani, és amiben jól érzik magukat. Tehát a komolyabb munka az onnantól kezdődött el, én azt gondolom, amikor már több időt tudtunk ráfordítani, több volt már olyan, aki bekerült már táncos közegből. Tehát már nem az alapoktól kellett elindulni, hanem lehetett építeni. Tehát híretek ment, az méghozzá rövid idő alatt, és akkor egyre többen lettetek. Igen. Ugye most már jóval több csoport van, több mint 100-an vagytok, tehát ez egy nagy lépcső. Viszont felelősség is. Hogy lehet foglalkozni a többi csoporttal, a többi csapattal? Hát igazából mindig csapattal egyformán próbálunk dolgozni, meg egyforma figyelmet kapnak. Nyilván az fontos számunkra, hogy úgy készítsük elő őket, hogy majd a következő korosztályokba fognak bekerülni, és aztán előbb-utóbb majd az együttesnek, a felnőtt együttesnek a részei lesznek. Tehát ezt kíséri egy komoly munka és felelősség, azt gondolom. Rengeteg elismerést kaptatok az elmúlt időszakban, én azt hiszem, hogy az mind megérdemelt volt. Van-e, ami különösen kedves számodra? Hát azt gondolom, hogy nagy kálóban voltunk, amikor egy koreográfia, egy mezőföldi koreográfiáért kaptunk külön díjat. Az volt talán a zsűri külön díjat kaptuk meg, és talán az volt az együttesnek az életében az első ilyen komolyabb megmérettetés. És aztán utána elmentünk az országos minősítő fesztiválra, és oda is életünkben először mentünk el. Nem is tudták, hogy kik vagyunk, tehát csak néztek, hogy egyáltalán ki ez az együttes, honnan jöttünk, mit csináltunk. Ügyeskedtek a táncosok, jók is voltunk, jó minősült együttesi címet szereztünk. Azt gondolom, hogy ezek voltak azok, amik igazából az elsők voltak. Jól sikerült megmutatnunk magunkat, amennyire lehetett, és ez adott új erőt mind nekünk is, és mind pedig a táncosoknak, hogy kell tovább dolgoznunk, mert hogy a sikereink. Időközben ugye Kodolány János Egyetem helyzete megváltozott itt Fehérváron, tehát sokkal kevesebben vannak, nyilvánvaló. Igen. Viszont maga a táncolkodó az megmaradt, és ugye egyre többen, tehát ez azt jelenti, hogy kívülről is jönnek. Ez jó? Igen, most már egyre többen kívülről jönnek. Természetesen még van a Kodolányi Középiskolából is diákunk, meg olyan, aki éppen nem olyan régen végzett az egyetemen is, illetve hát volt főiskolán, ugye, most már egyetem lett. De való igaz, hogy tényleg egyre többen vannak azok, akik külsőként kerülnek be, és ez nem más miért van, mint hogy nem azért, hogy nem lenne érdeklődés a főiskoláról, hiszen két jazz hallgató is, jazz tanszakos hallgató is jár hozzánk, ugyan koreográfiákban nem szerepelnek, de a próbákra bejárnak, érdeklődnek a tánc iránt. Tehát azt gondolom, hogy egymást hozzák a gyerekek. Tehát most már sokkal inkább azok, akik külsők, azok nem is belső körből, tehát a főiskolából, hanem egészen kintről hozzák. Sőt, van olyan is, hogy ha éppen az idejük úgy engedi, nem engedi meg már az idejük, mondjuk akár az Alberigia tánc együttesbe, vagy más együttesekbe, vagy idegen együttesekből, más városokból ide kerülnek ebbe a városba, azok is meg szoktak bennünket keresni, és természetesen szívesen látunk mindenkit. Nyilvánvaló. Az egyetem vezetése továbbra is támogat benneteket, gondolom.
Még egyszer? Az egyetem vezetése továbbra is megadja azt a támogatást, ami eddig. Igen, folyamatosan jelenleg támogat bennünket, így van. A ruhákról beszéltünk az elején, egy kicsit térjünk rá vissza, hiszen most láttam, hogy mindenhez megvan, minden koreográfiához a ruha. Azért ez egy óriási megelégedés, nem? Igen, hát itt ugye az a nehéz, hogy minden tájegységnek más viselete van. Ezeket az ember, hogyha a zenéhez és a tánchoz mindenhez akarja kötni, vagy teljesen akarja tenni, akkor mindenhez a megfelelő viseletet kell megvásárolni, vagy elkészítetni. Ezek, ha lehet, akkor eredeti viseletek, hanem akkor stilizált, már utána gyártott viseletek, nem kevés pénzbe kerülnek. Támogatás most egészen jól működik, azt gondolom, a néptánc mozgalomban, mert a Emberi Erőforrások Minisztériuma ugye az elmúlt 2 évben támogatta az amatőr mozgalmat, nem csak néptáncosokat, hanem a népzenészeket, és azt hiszem, hogy most már a tárgyi alkotó művészeteket is elég komoly pénzösszegekkel. Tehát beszélhetünk itt ilyen milliós tételről, ami nem csak a jelmezek megvásárlását segítik elő, de most például az idei évben meghívást kaptunk Székelykeresztúra, és ebből a támogatási összegből fogjuk megvalósítani az utazásunkat. Na, beszéltünk már a táncosokról, még fogunk, de beszéljünk a zenekarokról. Ugye most a Fekete és Száraz Rétén ott voltak a Knejfelimék, Knejfelgyuriék, ugye tehát a Tilinkó, és ott voltak a Darányi Ágiék. Igen, ők voltak az a két zenekar, akik gyakorlatilag az együttes éveiben muzsikáltak. Volt néhány külföldi útunk is, főleg a kezdetén Olaszországban nagyon sokat járt ki a főiskola táncegyüttese, mert hogy volt egy partner kapcsolat San Salvóba. Igen, én magam is voltam. Igen. Ezeken a programokon általában a Darányi Ágiék a Galiba zenekarral muzsikáltak. Jött is az ötlet, hogy igazából senkit nem tudunk kihagyni, vagy nem is akarunk kihagyni ebből az egész programból. Tehát így jött a kettőség, mert hogy ők a külföldi utakon, és hát itt is egy-két alkalommal muzsikáltak, viszont a Tilinkó zenekar volt az, akivel többet muzsikáltattunk itthon a helyi fellépéseken. Tehát egyiket sem akartuk kihagyni, úgy gondoltuk, hogy mindegyik hozzátartozott az együttesnek a módjához, jelenéhez, mind a kettőre szükségünk volt. No, egy kicsit arról, hogy ugye a Kodolányi Egyetem helyett a szabműfázban próbáltok. Igen. Ennyire. És hogy épülnek fel a próbarend? Milyen? Mert azért mindig jön a hír, te nagyon-nagyon sok mindent csinálsz mást is. Igen, igen. Hát ugye ott dolgozom a szabadműveldés házában, és hát jött az ötlet, hogy akkor ide próbáljuk áthozni a gyerekeket, mert hogy ahol régen próbáltunk, sajnos az épület lebontásra fog kerülni, és jelen pillanata nincsenek megoldása, hogy mi hol próbáljunk. A szabadművédős háza befogadott bennünket, itt próbálunk mindegyik csoportunk a heti 2-szer. Ezek ilyen esti elfoglaltságok főleg, tehát a napközbeni munka az elvégezhető ez mellett, illetve mivel hogy ott vagyok helyben, így tudom az együttesnek a dolgait még pluszban is végezni, amikor kell. Hát nehéz összesarkítani azt, hogy minden mással összeférjen, hiszen nem csak Fehérváron, hanem Pesten meg különböző városokban dolgozok alkalmilag is, meg hát volt, amikor hosszú időt akár a Nemzeti Színháznál is dolgoztunk baráti társasággal, betyárjátok, igen. Hát ezeket többé-kevésbé megpróbálom összeegyeztetni úgy, hogy megfelelő legyen, illetve ha nincs más megoldás, akkor a próbáknak az eltolása egy-egy időpontba, más időpontba megbeszélve a táncosokkal. A stílus. Nyilvánvaló, hogy most már a történetmesélős néptánc a korunk elitje, mindent ezt táncolja. Ti hogy indultatok el efelé? Már, hogy néptánc stílusról beszélünk, és arra gondolsz itt most, hogy a mozgalomban nagyon sokan mindenféle irányba, tematikus, igen, egyéb irányba. Tehát tulajdonképpen táncjátékok alakultak. Igen, nem vagyok ennek a híve, én megmondom őszintén, ezt nem is próbálom a gyerekek irányába. Sokkal inkább esetleg a hagyományból meríteni valamit, tehát például egy tűzzel való táncolás, vagy egy tűzúrás, tehát hogy egy hagyományt föltenni a színpadra, az sokkal inkább szeretem, mint az, hogy bármi mással ötvözni, akár kortárs, vagy bármilyen balettal, nem is másért, mint hogy azt gondolom, hogy elég magas szinten kell azt űzni, amivel szeretném ötvözni. Mi a néptáncot próbáljuk magas szinten űzni, ki a maga szintjén,
nincs arra időnk, hogy mindenféle más művészeteket is bevonjunk ebbe, hogy maximálisan azokat is jól tudjuk elsajátítani, hogy utána ebből egy kerek egész alakuljon ki. Tehát maradtunk a tradicionális táncnál. Igen, és mi megmaradtunk az autentikus néptáncnál, ezt is fogjuk. Azzal, hogy Jószerivel most már ugye beszéltél arról, hogy a mezőföld, illetve a kis magyarországi táncok azok már korábban megvoltak. Most már azért lefettük teljes Nagy Magyarországot. Én azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan tájegység van, amelynek a népi kultúrája nem ismert előttetek. Ez mennyit segít egy koreográfusnak ma? Hogy ennyi mindent ismerünk? Hát előbb-utóbb körbeér a kör. És segít, igen. Tehát maga az, hogy kismagyarországi táncokkal foglalkoztunk, az azt gondolom, hogy abban tud bennünket segíteni, hogy megerősítettek a táncosokat olyannyira, hogy az erdélyi táncokhoz is könnyen tudtunk nyitni. Az, hogy már körbejártunk mindent, az még azt gondolom, hogy nem egy teljes, hiszen mindig cserélődik a gárda, tehát az ember újra visszanyúl a régi dolgokhoz, tehát nincs egy körbefejezve. Milyen a jövőképed táncolkodósan? Mire készültek például? 50 éves leszek sokára, hogy eljárt felettem is egy kicsit az idő. Szeretnék még természetesen az együttesbe dolgozni, szeretném az együttest vinni, de egy kicsit, ha szabad ilyet mondanom, már afelé kacsingatok, hogy ki lenne az, aki előbb-utóbb át tudná venni a helyet. Vannak fiatal tehetségek, akik nyíltok erre? Vannak tehetségesek. Csak mert azt nem látja teljesen, vagy én legalábbis nem látom még teljesen, hogy ki az, aki ezek közül a tehetségek közül 100%-osan el tudná magát, rá tudná magát áldozni arra, hogy mondjuk a táncolkodónak legyen a vezetője. És ezt csak olyanban tudom leginkább elképzelni, aki valamikor az együttes tagja volt, vagy jelenleg is a tagja, hiszen egy külső, aki nem volt érintett benne, az nem ismeri az együttest. Annak ez csak egy csapat, akit akár holnap Jószerivel itt is hagyhat. Tehát ehhez alázat kell mindenképpen, igen. És ez bizalmi kérdés. Igen, igen. Tehát én most nem arról beszélek, hogy holnap szeretnék ebből kilépni, mert egyáltalán nem, meg ha valakit az ember lát is, és egy kicsit szárnyai alá veszi, az egy hosszú folyamat, mire az eljut oda, hogy teljes egészében az ember hátradől, és azt mondja, hogy most már nyugodtan merem azt mondani, hogy ő fogja ezt a csapatot. Igen, hát ez bizalmi kérdés. Mire készültök? Most pihenésre, azt tudom, hogy ez igen, a nyár. És hát beszéltem a tűzugrásról. Két programunk lesz, tűzugrás, két tűzugrásunk. Ugye június 24-e Szent Iván, ehhez közeli időpontokban az egyik pontosan 24-én lesz. A helyszínét még nem nagyon tudom, de az esti órákban fog történni. Itt a jelenlegi csapattal fogunk moldvai táncokból egy kis összeállítást hozni. Nem színpadi produkcióról lesz szó, egy kicsit ilyen interaktív, tehát szeretném majd a közönséget is a tűz körüli tánc és a tűz fölötti táncolásból bevonni, és egy hasonló Galga mentéről egy úgyszintén tűzugrás, az pedig a Szabadműveldés háza melletti zöldfűves területen lesz. Ezt biztosan tudom, hogy a múzeumok éjszakájának a napján 22-én lesz, a másik 24-én, annak a helyszínét még ugye nem tudom, ez a közeli programunk, aztán készülünk táborra, természetesen minden évben látogatunk valamilyen hagyományos helyre. Általában Kiscsősz az, amit nagyon szeretünk. Kiscsősz a Somló láva mögött van, nagyon szeretünk oda elmenni, ez egy kis lélekszámú település, egy utca az egész. A gyerekek nagyon imádják, nincs pláza, nincs McDonald's, csak tényleg a természet van ott, és ugye minden a népzenéről és a néptáncról, vagy egyáltalán a hagyományról szól. Ez a tábor pedig követi majd a Székely-Keresztúri Keresztúri napok egész pontosan, amire meghívást kaptunk, ez augusztus elején lesz. Oda készülünk, oda fogunk elmenni, utána pedig hát várjuk a meghívásokat majd a augusztus 20-i rendezvényekre, és bízunk abban, hogy ahogy eddig is részei lehettünk, vagy részesei lehettünk a Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztiválnak, ezt idén is megtehetjük, és ott lehetünk. Történjék így, lesz dolgod bőven, tudom én ezt. Köszönöm, igen, hogy itt voltál, és még egyszer gratulálok. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kedves nézőink, 25 esztendős volt a táncolkodó, a Kodolányi Egyetem Néptánc Együttese. Erről beszélgettünk Hánkakas Istvánnal, az együttes művészeti vezetőjével. Köszönöm figyelmüket, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra!